Délután 13:30-tól adtak számot tudásukról az alsó és felső tagozatos tanulók a Rákóczi élete és kora elnevezésű vetélkedőn. A környékbeli iskolák közül idén a Tatár-Szentgyörgyi II. Rákóczi Ferenc általános iskola kapott meghívást. 8 csapat, 5-5 taggal, 5-estől 8-osig méri össze tudását Rákóczi életének és korának a mindenféle tudnivalóiból. Az alsósok itt lent a földszinti aulában először majd plakátot készítenek, utána pedig ők is kis feladatlapokat töltenek ki. Itt mögöttünk már azért vannak képek, készültek a gyerekek. Pontosan hogy néz ki most a Rákóczi hetek, milyen programokkal készültek a gyerekekkel? Sok mindent kellett előre már megtenniük. Egyrészt rajzverseny hirdettünk, Rákóczi csatáiból, Rákóczi portrékból, és ugye a Rákóczi várakból. Ennek a versenynek tegnap volt az eredményhirdetése, szép könyveket kaptak a diákok, és hát volt egy külön díjasunk is, hisz az egyik kolléganőnk is Rákóczi várat rajzolt. Irodalmi pályázatot is hirdettünk, Rákóczi beszédét kellett megidézni, illetve Rákóczival kapcsolatos verset írni. Hát nagyon szép versek születtek, nagyon örültünk ennek. Hétfőn délután egy szép műsor keretében megkoszorúzták az okmányiroda előtt található Rákóczi szobrot. Ezeken kívül az iskola pedagógusai igyekeznek a héten a történelem, irodalom, vagy az énekórákon kapcsolódni az emlékhéthez. A keddi délutánon a felső dakozatosok versenyét dr. Szabó József János hadtörténész vezette, aki az idei évben arra is törekedett, hogy ne a tankönyvi kérdéseket kapják meg a diákok. Olyan érdekességek, amelyekre viszonylag könnyen tud válaszolni, hiszen a A vagy B válaszból ki tudja, 50% esélye van, hogy jó eredményt érjen el, és hát mindenkinek azonos az esélye itt nyerni. Itt senki nem fog veszíteni, hiszen a kérdésekből Rákóczi Ferenc életéről is, vagy koráról nagyon sok érdekes, izgalmas dolgot tudunk meg. Hány kérdés van ma a mai napon, amelyeket a gyerekeket meg kell válaszolni? Vannak-e kategóriák? Hát összesen 8 fordulóból áll a vetélkedő, és hát ebben vannak játékos feladatok is, és természetesen vannak olyanok, amikor városokat kell felismerni, személyeket kell felismerni, a kuruc fegyverzet egyes részeit kell majd megismerni, a felszerelés, például a lónak a különböző szerszámzatát meg kell ismerni, és meg kell tudni nevezni. Talán vidéki gyerekek számára az egyszerű lesz. Stábunk ott járt, akkor a bemelegítő kérdések tétje egy darab csokoládé volt. Első Lipó április 29-én első Lipó császár elrendelte a földek, polgárok, jobbágyok és nemesek összeírását Magyarországon. A kérdés az, hogy melyik évben. Na most azt mondja, hogy ha nagyjából, tehát maximum 5 kérdésben lehet. Melyik évben? Nagyszerű, akkor mondj egy számot. Hogy? Mondj egy évszámot. De azért nagyjából a Rákóczi szabadságban tenni. Most te mondjál egy másikat. Aki közelebb van hozzá, az fogja csak. 1723-at mondod, Janka. Azt a betyárját! Megvan a csoki. Tessék! A délután és a hét programja kellemes hangulatban telt, adásunkon pedig az összes tanuló a tavaszi szünidejét tölti.